A videójátékok története egészen a múlt század közepéig nyúlik vissza. A videójátékok legkorábbi példája egy 1947-ből származó szabadalom, amelyet katossugárcsöves szórakoztató eszköz néven 1947. januárjában nyújtottak be, majd 1948. decemberében Egyesült Államokbeli szabadalomként jegyezték be. Ebben a játékban egy vektoros kijelzőn egy rakéta röptét szimulálták, amelyet a képernyőre rajzolt célokba kellett irányítani. Az elmúlt mintegy 70 évben rengeteget fejlődött a technika, a videójátékok pedig szinte mindenki otthonába beköltöztek. Most hétvégén az elmúlt 4 évtized játékaival várták az érdeklődőket a Futurában. A 70-es évek végétől egészen 2000-es évek legelejéig vannak itt gépek, nagyjából 20 darab, mindegyik működik, mindegyik kipróbálható. Többféle verseny lesz a mai nap folyamán. Vannak gépek, amik csak ki vannak téve, megtekinthetőek. A videójátékok is különböző műfajokba sorolhatók számos jellemvonás alapján, mint például a játékmenet, a játékosok száma vagy a játék célja szerint. A számítástechnikával együtt a játékok látványvilága is rohamosan fejlődött az elmúlt évtizedekben, ami a mai napig tart. Óriásit változott a videójáték. A 70-es évek végén egy szubkultúrának indult, ami aztán szerintem a mai napig egy művészeti és szórakoztatóipari ággá nőtte ki magát. Hollywooddal és a zeneiparral említik most már egy lapon a videójátékokat. A videójátékok esetében is érdemes felhívni a figyelmet, hogy egyes játékok pszichológiailag károsak és veszélyesek lehetnek, elsősorban a gyermek és fiatalkorúak számára. Ezek akár lelki függőséget okozhatnak, vagy erőszakos magatartás mintákat és reflexeket rögzíthetnek. Vannak azonban jótékony hatásai is, egyes játékok segítik a taktikai készség, a reflex, a memória és a probléma megoldó készség fejlődését.